Jó estét kívánok! Ez az Esti Közelkép, a Debrecen Televízió közéleti műsora. Egyedülálló komplex adatbázist készítettek a Debreceni Egyetem kutatói, a magyar, azon belül is az észak-kelet-magyarországi roma lakosság egészségi állapotáról, illetve az azt befolyásoló tényezőkről. A nagyszabású hiánypótló munka jelentőségét bizonyítja, hogy a módszertant más országok is átveszik. Hogyan készült a felmérés? Hány ember adatait vették fel? Milyen vizsgálatokat végeztek? És mire lesz jó ez az adatbázis? Aki elmondja, dr. Ádány Róza, a Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézetének egyetemi tanára, aki egyben a kutatás vezetője is. Kezdi csuklom, jó estét kívánok, professzor asszony! Jó estét kívánok! Professzor asszony, milyen előzményei vannak ennek a kutatásnak? Miért pont az Észak-Magyarországon élő romák váltak a célterületté, a vizsgált személyekké? Kérdés, hogy az előzmények kapcsán milyen messzire menjünk vissza. Tulajdonképpen én most, ahogy a kérdését föltette, próbáltam az időkerekét visszaforgatni, 2004-et jelölném meg, ami tulajdonképpen az első nagyszabású roma egészségmagatartás felmérésünk dátuma. Akkor került erre sor, de természetesen sokkal korábban megfogalmazódott, hogy ezt a roma lakosság egészségmagatartásával, egészségi állapotával kapcsolatos vélekedéseket exakt alapokra, kutatási eredményekre kellene helyezni. És a kutatás előkészítése az meglehetősen időigényes folyamat volt. Már csak azért is, mert azért a magyar cigányság körében kutatásokat végezni tudományos igényességgel, az nem csekély előkészítést igényel. Ha valamilyen kutatásra érvényes az, hogy csak a kutatásba bevont egyének, személyek, közösségek közreműködésével történhet meg, akkor a cigányság körében végzett kutatásokra ez halmozottan érvényes. Jó kapcsolatot kell kiépíteni egyrészt a cigány önkormányzatokkal, a cigány közösségekkel, és egyértelművé tenni nem csak a szavak, de a viszonyulás szintjén az, hogy a kutatások azok nem egyszerűen rajtuk, az ő közösségükön történnek, hanem kifejezetten értük történnek. Tehát meg kell győzni a roma közösségeket arról, hogy a kutatásoknak a legfőbb célja az, hogy az egészség problémáikat, az azokat meghatározó tényezőket azonosítsuk, és célzott beavatkozásra legyen lehetőség az egészségi állapotuk, a munkaképességük, a piaci versenyképességük jobbra fordítása érdekében. Mit tetszettek vizsgálni konkrétan? 2004-re kérdez, vagy az 2004, azóta eltelt hát az időszakra? Az előkészítés időszaka volt, ahhoz képest már volt gondolom én egy kis adatcsomagjuk. Azt mennyiben befolyásolta a mostani felmérés? 2004-ben egészségmagatartás felmérés volt, ami tulajdonképpen egy kérdőíves felmérés. A kérdőívek száma az variálható, ez egészen, ha úgy tetszik, néhánytól százig terjedhet, ami kifejezetten arra irányulnak, hogy képet kapjunk elsősorban az életmód tényezőkről, az életkörülményekről, mindazokról a tényezőkről, amelyek az egészségi állapotot befolyásolják. Ugyanakkor egy ilyen kérdőíves vizsgálat lehetőséget ad arra, hogy az önértékelt egészségről is képet kapjunk, tehát ők miként ítélik meg a saját egészségi állapotukat. Ez egy olyan kutatás volt, ami a cigányság körében, nem csak Magyarországon, de a világon az első olyan kutatás volt, amely minden szempontból megfelelt egy ilyen típusú vizsgálattal szemben támasztott tudományos követelményeknek. Akkor 2004 volt. Mi magunk nem gondoltunk arra, hogy 2005-ben a roma felzárkózás évtizede kezdődik, hanem egyszerűen ekkor kerülhetett sor erre a kutatásra. Nem soká leközöltük méghozzá Amerikai Egyesült Államok vezető népegészségügyi folyóiratában, mert akkor erre érdeklődés még nem nagyon volt hazai terepen. És ezt követően a 2015-ben, miután eltelt 10 esztendő,
ugyanilyen eszközzel, kérdőíves módszerrel, praktikusan ugyanezt a vizsgálatot, azt mondjuk mi, hogy ugyanezen a közösségen, természetesen nem a személyek voltak ugyanazok, hanem a mintavétel volt ugyanaz az észak-kelet magyarországi telepi körülmények között élő cigány lakosság. És ezzel mi közrezártuk a roma felzárkózás évtizedét. Természetesen nem volt gond, hogy ezt Európa vezető népegészségügyi folyóiratában adjuk közre ezeket az eredményeket, hisz egy olyan szinten hiánypótló, ha úgy tetszik, egyedülálló kutatási eredményekről volt szó. Közben is történt kutatás. 2001-es dátummal végeztük el azt a felmérést, ami a krónikus, nem fertőző betegségekre a legjelentősebb kockázati státuszt jelentő úgynevezett metabolikus szindróma és ennek komponenseinek a gyakoriságának a felmérésére terveződött és történt. Fordítsuk le laikusoknak. Igen. Milyen típusú betegségekben érintettek ők inkább, mondjuk, mint az átlag populáció tagjai? Nézem, egyrészt közismert, hogy a cigány lakosság viszonylag zárt közösséget képez. Mint minden zárt közösségnél, a közösségen belüli házasságkötéseknek a száma, rokonházasságoknak, legyen ez közeli vagy távoli rokonházasság, magasabb. Ez egy olyan helyzetet teremt, hogy bizonyos gének, bizonyos hajlamosító tényezők bedúsulnak abban az adott közösségben, és ezért bizonyos betegségekre fokozottan veszélyeztetettek. Ez nem csak a cigány lakosságra érvényes, ez bizonyos indián, általában az etnikai közösségekre, de azt is hozzáteszem, hogy bizonyos vallási közösségekre is érvényes ez a típusú életmód, és ennek az, ha úgy tetszik, genetikai következménye. Vannak ritka betegségek, amelyek tulajdonképpen az etnikumon kívüli lakosság körében szinte nem, vagy alig fordulnak elő. Ezeknek a népegészségügyi jelentősége viszonylag csekély. Ez annak jelent nagy problémát, akit a betegség sújt, de nem a társadalom és a közösség egészének jelent súlyos problémát. Na most azok a krónikus, nem fertőző népbetegségek, amelyeket mi ismerünk és megkülönböztetünk, szívérrendszeri betegségek, daganatos betegségek, anyagcserebetegségek és légzőrendszeri betegségek, tulajdonképpen így, amilyen sorrendben elmondtam, ezeknek genetikai meghatározottsága is van. Na most ezt nem szabad abszolutizálni, a genetikát a környezet nagyon gyakran felülírja, és nem jut érvényre egy genetikai veszélyeztetettség, hogyha olyan életmódot folytat valaki. Na most ezért fontos azt látni, hogy az egészség meghatározottsága az egy összetett dolog. Genetikai, környezeti, társadalmi, gazdasági tényezők és az egészségügyi ellátórendszer anomáliái, rendellenessége is hozzájárulnak a betegségek kialakulásához is. Milyen állapotban van a hazai roma közösség egészségi állapotát tekintve? Röviden válaszolva, aggasztó. Olyan mértékben aggasztó egészségi állapotban, ami tulajdonképpen az ő részvételüket a gazdaságban jelentős mértékben akadályozza. És nem szabad elmennünk amellett, a tény mellett, hogy nap mint nap találkozunk ma már Magyarországon is azzal, hogy nincs elegendő munkaerő bizonyos területein a gazdaságnak. Na most természetes lehetőségként kínálkozik a cigány lakosság megjelenítése a piacgazdaságban, egyáltalán a munkavilágában, nem csak a közmunkavilágában, aminek nyilvánvaló, hogy az iskolázottság az alapvető feltétele, ez az első számú feltétele, ami lehetőséget teremt az ő foglalkoztatásukra. De ugyanakkor az egészségi állapot, amiről mi azt gondoljuk általában, hogy nagymértékben meghatározzák a társadalmi-gazdasági viszonyok egy országban, és ez így igaz. Gazdag országnak
egészségesebb a népessége, mint egy szegény országé. De az összefüggés fordítva is létezik. Az egészség is meghatározza a gazdaságot. Ezt tudjuk már az ezredforduló óta, hogyha sikerül azt elérnünk, hogy a születéskor várható átlagos élettartamot egy esztendővel növeljük, az a GDP viszonylatában egy körülbelül 4%-os emelkedést eredményez. Na most a roma lakosság esetében tudjuk azt, hogy ezek emellett a ritka betegségek mellett a mi kutatásainkból következik az, hogy fokozott veszélyeztetettség áll fenn a körükben szívérendszeri betegségekre is. A népegészségügyi genetikai vizsgálatokkal igazoltuk azt, hogy egy olyan lipidháztartási, zsírháztartási zavar kialakulásának nagyobb a valószínűsége, ami az úgynevezett jó koleszterin szintjének a csökkentésében és az élelmeszesedésre való fokozott hajlamban képeződik aztán le. Ugyanakkor nincs nekünk arra bizonyítékunk, hogy a romák rövidebb ideig élnek, vagy rövidebb élettartamra. Pedig van egy ilyen közvélekedés talán, egy ilyen kimondott, ki nem mondott közvélekedés, hogy rövidebb a születéskor várható élettartam. Én ezt úgy gondolom, hogy ez egy nagyon megalapozott közvélekedés. Annak ellenére, hogy ugye etnikai alapú adatgyűjtés nincs. Nem regisztrálják azt, hogy aki meghalt, az egy cigány ember volt. Vitatható ennek a jogossága. Adatok kellenek ahhoz, hogy mi bizonyítékokon alapuló döntéseket hozhassunk, és annak megfelelő tevékenységet végezzünk. De az egész biztos, hogy ha mi mintát veszünk epidemiológiai, népegészségügyi vizsgálathoz, az általános magyar populációra reprezentatív mintát, és a cigány populációra reprezentatív mintát, a általános populációban a 65 éven felülieknek a gyakorisága, a reprezentációja 20% körül van. Ugyanakkor a roma lakosságra reprezentatív mintában 3% körül. Volt egy 1000 fős, körülbelül 1000 fős mintavételünk, ahol az 1000 főben összesen 27-en voltak 65 éven felüliek. És ebből a 27-ből is mindössze 4 volt a férfi, a többiek nők voltak. Tehát most ítéljük meg, mekkora a valószínűsége annak, hogy egy cigány ember megéli a 65. életévét. Arról már nem is akarok beszélni, hogy mekkora annak a valószínűsége, hogy egészségben éli meg a 65. életévét, ami azért egy nem cigány ember, egy nem cigány honfitársunk esetében, azért ennek igen nagy ma már a valószínűsége. Professzor asszony, letelt az időnk, nagyon röviden, ha összefoglalná ebből a rengeteg szerteágazó kutatási eredményből, amiből tényleg csak egy néhány szeletet tudtunk, vagy ennek egy apró részét tudtuk kibontani. Mi lehet ebből, mi következik ebből, a kutatóknak milyen feladatai lesznek ezek adatok értékelésében? Miben tud segíteni? Nézze, ebben az adatbázisban pillanatnyilag 442 000 adat van. És ez részben az általános magyar populáció, részben a cigány lakosságra jellemző adatok. De folyamatban van még számos olyan különleges vizsgálat, amivel ennek az adatbázisnak a volumene megközelíti az 1 millió adatot. Na most mire tudjuk mi ezt az adatot használni? Elmondtam, hogy korábbi vizsgálatok is voltak 2004-ben, 2011-ben, 2015-ben, 2018-ban. Ez egy idősor. Tehát mi nem csak egy adott keresztmetszeti képet látunk egy adott pillanatban, hanem azt is, hogy időben hogyan alakulnak az egészségmagatartás és az egészségi állapotváltozások. Az adatbázis alapján összevetést tudunk tenni az általános magyar populáció és a roma lakosság egészséget jellemző adatai között. Azonosítani tudjuk, melyek azok a problémák, amelyek nagy gyakorisággal fordulnak elő körükben, ezeknek
ezeknek mik a korai jelei? Hogyan lehet ideje korán felismerni, azonosítani a problémákat, és hogyan lehet, ha lehet, lehetséges megfordítani a betegség felé vezető folyamatokat? Hogyan érhető el körükben is az, hogy az egészségérték szemlélet az kialakuljon, egyértelművé váljon, és hogyan támogathatja a többségi közösség őket abban, hogy a felzárkózásuk az ténylegesen megvalósuljon ebben az országban, ebben a határok nélküli Európában. Professzor asszony, köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. Biztonsági öv, bukós isak. Elsősorban ezek használatát ellenőrizték a rendőrök a múlt héten Debrecenben és a megye közútjain. A nemzetközi TISZPOL akció tapasztalatairól lesz szó a következő percekben. A megyei balesetmegelőzési bizottság titkárával emellett beszélgetünk a tavaszi biciklis motoros közlekedés fontosabb szabályairól is. Vendégem a stúdióban Suba István rendőrszázados. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Százados úr, tegnap is volt egy csúnya motoros baleset, ez azt hiszem, hogy világosan jelzi, hogy itt a tavasz, egyre több biciklis is bukkan fönn a város bicikli útjain megyeszerte. Milyen évet zárt a rendőrség ilyen szempontból, mit mutatnak az első két hónap adatai? Igen, sajnos tegnap már volt egy olyan balesetünk, amelynek a részese egy motorkerékpár vezetője volt, aki sajnos súlyosan megsérült a balesetben. Itt az elsődleges adatok alapján az állapítható meg, hogy a Szotyori utca felől érkező autónak a vezetője véletlenül nem adta meg az elsőbséget a Kisegyesi úton a belső sávban haladó motorosnak. Összeütköztek, és ugye, mint védtelen közlekedő a motorkerékpáros, súlyosan megsérült, ugye őket nem védi semmilyen karosszéria, maximum csak azok a protektorok vagy védőfelszerelések, amelyeket viselnek, így sajnos a sérülés kockázata is nagyobb náluk. Pont egyébként a múlt héten a nemzetközi TISZPOL akció keretében ezt is ellenőrizték a kollégáim, ugye a passzív biztonsági eszközök használatára irányult elsősorban az ellenőrzés az általános közlekedés rendészeti ellenőrzéseken túl, és azt gondolom, hogy a tapasztalatok azt mutatják, hogy javult az öv használók aránya. Szerkesztő úr is volt kint ellenőrzési helyszínen, és láthatta, hogy a megállított autósoknál, hogy mindenki, az utasok is használták a biztonsági övet, mert a tapasztalatok azért azt mutatják, hogy Magyarországon ugye az uniós átlaghoz képest alacsonyabb kicsivel az öv használat aránya, és kimutatták azt is, hogy a hátsó üléseken utazók kevesebb arányban veszik igénybe a biztonsági övet, és az visszavezethető mondjuk arra, hogy korábban voltak olyan jogszabályok, amelyek nem kötelezték mondjuk a hátsó ülésen utazókat arra, hogy bekössék magukat, és ez valahogy még benne maradt a köztudatban, és nagyon sokan így is gondolják, illetve az is egy nagyon rossz sztereotípia, hogy lakott területen belül, városon belüli közlekedésnél nem véd az öv. Nagyon is véd, ezt is bemutatták már, akár egy 10-15 km/h sebességnél történő ütközésnél sem tudja senki a saját testét megfogni, a biztonsági öv, tehát alacsony sebességnél is, ha nem is életet, de biztos, hogy sérülést ment meg minket. Pont ezen a közös ellenőrzésünkön hallottam egy számadatot, hogy még Nyugat-Európában 10-ből 9-en használják, addig azért Magyarországon ez olyan 77%-os az öv használata jelenleg ismereteink szerint. Pont az ilyen nemzetközi akcióknál azért, mivel be van harangozva a sajtóból, tudják előre az emberek, azért az öv használat biztos, hogy nagyobb számban előfordul, de azt gondolom, hogy az a munka, amit hosszú évek óta a kollégáim országszerte végeznek, hogy felhívják az emberek figyelmét az öv használat fontosságára, azért lassan már kezd beérni. Hát itt a motorosok, biciklisek kapcsán nyilván jó is, hogy mondta, hogy itt azért az autósok figyelmét is nagyon föl kell hívni, hogy most már nem csak négy keréken, hanem itt két keréken is nagyon sokan gurulnak a következő időszakban. Pontosan, tehát a jó idő közelettével már ugye megjelennek nagyobb számban a kétkerekű járművezetők. Itt azért tényleg érezhető a városban, hogy megpezsdültek a kerékpárutak, nagyon sokan vették elő a téli álomból a bicikliket,
és most már figyelni kell azoknál a kereszteződéseknél, ahol kerékpárút átvezetés van. Ha elsőbsége van a kerékpárosnak, ha nincs, minden esetben én azt gondolom, hogy sokkal figyelmesebben kell az autósoknak közlekedni. Figyelni kell arra, hogy esetleg még nem tudják a kerékpárosok sem a téli álomból felébredve jól kezelni a kerékpárjaikat, tehát egy-egy fékezést nem úgy mérnek fel, vagy a sebességüket nem úgy mérik fel, ahogy kellene. És ugye ez igaz a motorosokra is. Jövő héten egyébként már elindul Hajdú-Bihar megyében azok a tavaszi motoros felkészítők, amelyeket több civil szervezettel közösen a rendőrség részvételével tartunk ingyenesen. Ezeknek is az lesz majd a célja, hogy a téli álomból felébredt motorosokat egy picit visszazökkentsük a közlekedésbe. Itt egy kicsit gumit is néznek, mire fókuszál, koncentrál majd ez a felkészítés? Igen, ennek több állomása lesz. Az első állomása jövő hét szombaton lesz egyébként a Bartók Béla úti vizsgabázison, ahol megnézik a szakemberek a motorokat műszaki szempontból is, akár itt pont a gumik állapotát, fékek állapotát felmérik, tehát akár egy teljes körű műszaki vizsgát is le lehet majd tenni, de mellett vezetéstechnikai pályán próbálhatják ki magukat azok, akik oda jönnek és azt gondolják, hogy fontos ez. Még egyszer azért, ha szeretném hangsúlyozni, nem vezetéstechnikai felkészítőt tartunk, tehát oktatást, hanem egy olyan felkészítőt, amit igazából az ilyen fékezési gyakorlatokkal, kanyarodási manőverekbe gyakorlásával egy picit visszazökkenteni a motorosokat az irányba, hogy jól tudják venni akár veszélyhelyzetben az akadályokat. Tiszpol akciónál fújták is a szondát a sofőrök. Rendületlenül ez mit mutatott? Mi a helyzet ezen a téren? A helyzet az, hogy még mindig van olyan, aki ittasan ül be vezetni. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat beszéltünk már arról, hogy az ittas vezetésnek milyen veszélyei vannak, és még ennek ellenére azért nem csak a Tiszpol akció keretein belül, hanem azért a hét, nem is minden napján, de több napján találkozunk itt a járművezetőkkel. A kollégáim folyamatosan ellenőrzik, főleg azokat a területeket, ahol azt gondoljuk, hogy több ittas vezető fordulhat elő, pont azért, hogy minél kevesebb balesetet okozzanak. Tavaly egyébként a balesetek 7,7%-áért volt okozóként ittas járművezető felelős. Egy picit, egy percünk maradt mindösszesen, egy picit még a tavalyi statisztikához, ha vissza tudunk kanyarodni, mit mutatnak a közlekedési balesetek számadatai, illetve mit látunk most az év első két lezárt hónapjában? Igen, tehát azt látjuk, hogy az elmúlt években így ciklikusan növekedett, csökkentek az összbaleset számok, ami a sérüléses baleseteket jellemzik. Sajnos 2018-ban, 17-hez viszonyítva 4%-kal csökkent az összbalesetnek a számadatai, viszont a halálos balesetek területén azért jelentős csökkenést. Még 2017-ben 39 halálos baleset volt, addig 2018-ban csak 29 halálos kimenetelű baleset van. Sajnos még mindig így 32-en haltak meg Hajdú-Bihar megye közútjain a tavalyi évben, ami azt gondolom, hogy pont 32-vel több, mint amennyi elfogadható lenne. A tavalyi év pont ebből a szempontból is nagyon változó volt, mert még márciusban nagyon sok halálos baleset volt, addig például a nyári hónapokban eltelt úgy 2,5 hónap, hogy egyáltalán nem történt a megye útjain halálos baleset. Én azt gondolom, hogy ezt a kiszámíthatatlanságot is figyelembe kell vennünk, amikor a megelőzésről beszélünk, de én azt gondolom, hogy össztársadalmi összefogásra van szükség a halálos balesetek csökkentése érdekében. Az első két hónap adatait figyelve pedig azért csökkenés mutatható az előző évhez képest. Én azt gondolom, hogy azok a számadatok, amelyeket múlt évben tapasztalhattunk az utakon, azok ebben az évben jelentősen csökkenhetnek, de nem akarjuk elkiabálni, mert nagyon sokan dolgozunk azért, hogy valóban így is legyen. Maradjon így, legyen így. Százados úr, köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen. Eddig tartott ma az esti közelkép. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra.